Ugrálóvár, íjászat, arcfestést vagy éppen zumba, mindössze néhány példa arra, hogy milyen programokkal készült a Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete a tagjainak. A hétvégén ugyanis a klub megtartotta a már hagyománynak számító családi napját. A rossz idő sem szegte senki kedvét, bár rendszerint az Altaripa szabadidőparkban kap helyet az esemény, ezúttal a Lehel utcai sportcsarnokban rendezték meg. A program ugye reggel az érkezéssel, vagy hát maga a pakolással az érkezéssel, majd utána a futóversenyek korosztályonként, aztán sorversenyek csapatonként, ugye 10 darab, 10 fős csapat volt, ez 100 főt vont be automatiza a programunkba, de emellett van az ugrálóvár, a csillámtetko, ugye van a hajfonás, és akkor lehet még kipróbálni az íjászkodást itt a sportcsarnok melletti részen, de majd látni fogjuk délután a tűzoltóautót is kipróbálhatják a gyerekek. A családi nap minden évben nagy népszerűségnek örvend. Ezt úgy gondolom, hogy a legjobban összehozza az Egyesületet. Ez mindig több mint 200 fővel vagyunk jelen. A többi programunk is nagyon-nagyon sikeres, általában egy ilyen 150 fősek azok is, de ez az egy nap, amikor tényleg az Egyesületnek a 90%-a jelen van, és nagyon jól érezzük magunkat, és egy önfelett minőségi időt töltünk együtt. A Nagycsaládosok 2023-ra tervezett programjai azonban ezzel itt nem értek véget, hiszen a csoport szeretne ellátogatni a paksi atomerőműbe, kenutúrára és országos találkozóra is készülnek.